Nyár közepén több mint egy héten át kézilabda ünnep vár a sporták szerelmeseire Győrben, ám ezúttal nem az Augdietó lesz a főszereplő. A város rendezi az U19-es, vagyis a junior korosztály női Európa-bajnokságát. Együtt a Magyar Kézilabda Szövetséggel mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy nagyon-nagyon színvonalas Európa-bajnokságot tudjunk megrendezni. Sokat fogunk a jövőben dolgozni azért, hogy itt a csapatok a legjobb körülmények között tudjanak majd versengeni, és hát abban a városban, ami bátran állíthatom, hogy a sportág kicsit hazája is, hiszen azért a győri Augdietó sikerei az elmúlt időszakban bizonyították, hogy egyébként ebben a városban nagyon szeretik a kézilabdát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Isten hozta Önöket, és sok sikert kívánok a csapatoknak! A győri Európa-bajnokság meccseit július 11-e és 21-e között rendezik az Audi Arénában és a Magvasi Sportcsarnokban. A csoportok sorsolását a Városházán tartották. Az Etos sztárjai közül Oftedal, Groth Leno és Görbic Anita is segített a ceremónián. A miénk Spanyolországgal, Montenegróval és Ausztriával kerültek azonos csoportba úgy, hogy Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány választhatott a sorsolás utolsó köre előtt, hogy csapata melyik négyesbe szeretne kerülni. Egyértelmű volt, amikor ránéztem a vezetőedzőre, akkor már mindketten tudtuk szerintem, hogy a C csoportot fogjuk választani. Nyilván ez az ő döntése, de ha nekem kellett volna döntenem, akkor én is ezt a csoportot választottam volna. Kiegészítve mindazzal, hogy aki egy ilyen versenyt meg akar nyerni, már pedig a magyar válogatottnak azt gondolom ez a célja a hazai pályán, annak mindenkit le kell győzni. Tehát ebből a szempontból mondhatnám, hogy mindegy a sorsolás, de hát nyilván egy hazai világversenynél még inkább fontos az első meccseknek a tanulsága, a hangulata, hogy belerázódjanak a lányok. Szerintem itt azért lesznek olyan meccsek ebben a csoportban, amin erre is lesz a lehetőség. A magyar válogatott 2017-ben megnyerte az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, a korosztályos EB-n bronz, a tavalyi U18-as világbajnokságon pedig ezüstérmes lett. Ez a válogatott idén már a junior korosztályban bizonyíthat, soraiban több Eto játékossal. Görbic Anita pályafutása elején éppen ilyen helyzetben volt, 2001-ben Győr rendezte a junior világbajnokságot. Nekem győriként az hatalmas élmény volt, hogy ott a Magvasi Csarnokban játszottam, teltház előtt. Igaz, hogy csak az ezüst sikeredett, most már nagyon-nagyon szép emlékekkel gondolok vissza rá, úgyhogy kicsit irigykedem most a fiatalokra, hisz most újra, és hát ők átélhetik azt, amit én már átéltem. Az azonoságon lévő D csoportban Norvégia, Románia, Svédország és Portugália került, az A csoportban ott lesz Franciaország, Oroszország, Szlovákia és Szlovénia, a B csoportban Németország, Dánia, Hollandia és Horvátország játszik. Mindegyik csoportból az első két helyezett jut a középdöntőben, onnan pedig az első két-két helyezett szerepelhet majd az elődöntőben.